Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várja önöket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Kovács Kati, hát muszáj hozzá mondanom, mert a lelkem így kívánja Kossuth, Liszt-díjas, és most már életműdíjas énekesnőt és szerzőt is, ezt is muszáj mondanom, mert hát írtál te jó pár dalt. Köszöntöm és örülök, hogy itt vagyunk együtt. Ez az életműdíj azért ez megkoronázása az elmúlt 50 évnek, vagy van ez egy picivel több is már? Talán 55-öt mondhatunk, mert 65 óta, ki mit tud. Ki mit tud, fesztivál így indult egymás után. 20 és 21 évesen indultam a pályán. Akkor 55, tudod, eszembe jutott így a te életkorod meg a pályakezdésed kapcsán, meg hasonló korúak vagyunk, talán egy picivel vagyok fiatalabb, mint te, hogy én azért örülök, hogy nem most vagyok fiatal. Tehát nem volt könnyű 44-ben megszületni a háború után, felnőni és sok mindent átélni, 56-ot a történelmet, esetleg a szegénységet, de valahogy mégis összetartóbb volt a család, összetartóbb volt a baráti társaság. Nekem úgy valahogy minden jobban működött, de lehet, hogy ez egy nosztalgia és ilyen avétos, amit mondok. Nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod. Nem tudom. Szerintem mentalitás kérdés. Én például emlékszem a gyerekkoromra, emlékszem azokra, hogy hogyan éltünk. Mégis megtaláltuk a játékunkat, hárman vagyunk testvérek, és azért örökké játszottunk. Persze voltak gyerekbetegségeink, amikre szintén emlékszem. Mégis azt mondom, hogy én szívesen lennék fiatal. Most újból? Igen, újból. És újból ugyanazt csinálnád, mint most? Valószínűleg ugyanígy énekelnék, így van. Azt tudomásul kell vennem, hogy úgy éreztem magamat mindig, hogy tele lennék dallal, és azt ki kell énekelni magamból. Magyarul éjjel-nappal énekeltem, hallgattam a zenét, tanultam. Ilyen autodidakta módon önállóan próbáltam magamat képezni. Mindent szerettem, ami nehéz volt. Most mondok neked valamit, a spirituáléktól kezdve a jazzig, a Mária Kallaszon keresztül, a Little Richardig, mindenfélét énekeltem és gyakoroltam, de végül is így alakult ki az embernek a saját stílusa, de mégiscsak van egy kontroll. Mert amikor a magyar rádióban elkezdtem magyarul énekelni, akkor kiderült, hogy magyarul nagyon nehéz énekelni. Egyáltalán nem volt könnyű, úgyhogy azt újra meg kellett tanulnom. Hiába énekeltem, sok-sok dal tudtam angolul, de magyarul az egy újféle dolog volt, és ott jobban tudtam ellenőrizni, amikor már fölvették az éneklésemet, hogy mi tetszik, mi nem tetszik. Úgyhogy az ember szerintem egész életében tanul. De hogyha ennyire énekelni akartál, akkor az egy kínszenvedés volt, amikor te mondjuk orvosírnok voltál, tehát egy civil hivatást választottál? Nem, de hogy is. Egyébként közel jár a kettő egymáshoz, megmondom miért. Mert én ugyan nem voltam orvos, de orvosok közelében dolgoztam, és betegekkel foglalkoztunk, és igazság szerint a lélek mindenütt ott van a fizikum mellett is, és hogyha kedvesebbek voltunk a betegekkel, akkor türelmesebbek voltak, és ezt már korán megtapasztaltam, hogy a beteg jobban figyel, és jobban megnyugszik egy kedves szótól, mint hogyha ráförmednek. És ezt mindenkinek ajánlom, hogy aki ilyen foglalkozást választott, vagy a sors választott, aki erre, hogy a lélek mindig ott van a test mellett. Előfordult, hogy neked a dal vagy egy orvos segített a lelkedet átbillenni a nehézségekből? Tulajdonképpen nem nagyon voltam beteg. Inkább azt mondhatnám, hogy felnőttebb koromban szereztem egy-két olyan betegséget, amit viszont a közönségtől kaptam. Tüdőgyulladás változata, mert ugye muszli ruhában énekelni valahol Tatán vagy Tatabányán, egy olyan sorban, aminek nyitva volt az oldala, és azt hiszem január volt, természetesen megfáztam. Akkor ugyanúgy elmentem televíziózni, elmentem vidékre énekelni 40 fokos, 41 fokos lázzal, aminek a következménye szövődmény volt, az egy kicsit megviselt. De azt is a doktornéni volt nagyon aranyos. Ezsike doktornéni, aki azt mondta, Juhász Ezsike, hogy ezt a közönségtől nagyon könnyen meg lehet kapni egy puszival, egy beszélgetéssel, de megértenem, mondta. Úgyhogy a humora nem hagyta cselben engem sem, és nagyon hamar meggyógyított belőle, nagyon hamar. Hogy van ez, hogy te egész életedben tudtál ilyen kedves lány maradni? Tehát mindig a lélekre törekedtél, hogy legalábbis én így ismerlek téged, vagy ismertelek. Így is érzem.
Így is érzed? Így is érzem. Azt hiszem, hogy nem tudom, ez biztosan túlzás. Szeretem az embereket, szeretem megoldani a problémákat, és szeretek fegyelmezett rendet látni magam körül. Tehát ha probléma van, megpróbálom megoldani mindenképpen, és természetesen, ha lehet, kedves szóval. És azt hiszem, ez irányította az életemet. Valahogy úgy éreztem magamat mindig, mint egy családfő. Hát nem is volt családfő, hogy jól tudom, az édesapádtól elvált az édesanyád, bár nem te voltál a legidősebb gyerek, tehát nem neked kellett volna családfőnek lenni, de lehet, hogy olyan természet vagy, hogy irányítod és megoldod a dolgokat? Ez onnan adódik, hogy anyukám dolgozott, apukám nem nagyon volt velünk, ő ritkán volt velünk. Húgom volt, a bátyám elment katonának, maradtak egy-két állat a környékünkön, és gyakorlatilag én voltam az, aki otthon voltam, és meg kellett oldanom a dolgokat. Ez azt hozta az élet, hogy irányítani kellett. Egyébként nem vagyok erőszakos típus, kompromisszumkész vagyok bármire. Hát egyébként szerintem nem kell erőszakkal irányítani, szép szóval, meg nem. Példával, én azt gondolom. Ha szép jó a példa, szóval, igen, akkor azt követik. De és mi lett az édesapáddal? Vagy ki volt a te édesapád? Kovács? Ő volt a Kovács? Igen, ő volt a Kovács. Édesapám, ő ritkán volt velünk. Ő vezetett, várja, mindjárt mondom. Teherautót vezetett, aminek az elejére ráírta, hogy Katika, szóval találkoztunk vele néha-néha, de ritkán. Ő kint volt a fronton, háborúban, és erősen megsínlette lelkileg. De hát szóval, három gyereke csak lett. Az igen, de édesanyámnak jutott a nehezebbik szerep, mindig azokat fölnevelni. Mindig az anyáknak igen. Jut egyébként, még ha otthon vannak a férfiak, akkor is az anyák viszik a hátukon a háztartást, meg még most már dolgoznak is, tehát mindig nekik a nehezebb. Láttam ellenpéldát is itt a közelemben, mert van egy kedves ismerősünk, egy közeli, akit az anyja úgy elhagyott, és ott voltunk még a tárgyaláson, a gyerek elhelyezésen, és már nem látta, közel 10 éve nem is látta a gyerekét, aki 20 éves, most fiatal 20 éves, és a bírónő nem mindig látja jól, hogy kinek kell ítélni, automatikusan az anyának ítélik, és én azt mondom, hogy több környezet tanulmányt érdemelne egy gyermek elhelyezés, mert van, amikor az apa sokkal jobb, és ő törődik a gyerekkel, az anya pedig elhagyja. Ez nagyon ritka ugyan, ugye? Helyes ritkán fordul elő. Nem, igazad van. Ritkán fordul elő, de mégis. Igen. Szóval nagyon nehéz megítélni kívülről, mert elvileg az anyai ösztön a legerősebb a világon talán. Ha mondjuk nálatok lett volna egy környezetvédelmi tanulmány, akkor hogy nézett ki ez a Kovács lakás a három kicsi gyerekkel, meg anyukával, és egy hiányzó apukával? Azért ez egy szeretetteljes, békés otthon volt? Nem volt köztünk gond, már úgy értem, hogy gyerekek édesanyám között nem volt gond. Mondom, apukánk ritkán volt velünk. Mi hárman állandóan játszottunk, mindenfélét játszottunk, rosszalkottunk, gonoszkodtunk, bementünk a lezárt területekre, sárkányt eregettünk, szóval... De ez még szóval eger volt? Játszott. Minden egerben volt, úgyhogy sokat játszottunk. Visszaemlékszem arra, hogy sokat rosszalkottunk. Megcsináltunk mindent, most gondolj bele, ha az embernek van egy bátyja, akkor mész a bátyád után, akkor is, hogyha tilos kerítésen kell átmászni, mert hiszen a bátyám átment, akkor nekem is át kell mászni rajta. És mi volt, amikor jött az első udvarló, akkor mit csinál egy báty a húgával, mondjuk Kovács Katival, akkor hogy őrzi, védi? Az már később volt. Hát gondolom. A bátyám 4 évig Diósgyőrben járt iskolába, Diósgyőrben a kohóiparit végezte, úgyhogy ő 4 évig nem volt velünk, aztán 2 év katonaság, úgyhogy az első udvarlót azt szerintem ő csak akkor ismerte meg, amikor már a vőlegényen volt. Férhez is mentél az első vőlegényhez? Férhez, igen. Ő igen. Ki volt? Hát régen így volt, divott. Szóval visszatérve a kedvességekre, készültem az interjúra éjszaka, mert fölébredtem, mit tudják 2-kor, és mondtam, hogy el fogom mondani a Kunzsuzsának, hogy amikor kint voltunk, például Lengyelországban, rövid történet, nem fontos, hogy nyugodtan vágják közben, hogyha nem érdekes. Engem minden érdekel, Kati. Kösz. A lélektanáról, a lélektanról, hogy működik a világ, kimentünk Lengyelországba az Univerzál Együttessel, akiket nagyon szeretek, és egy gyönyörű, a szállodában egy gyönyörű kislány szolgált föl nekünk, pincér kislány lengyel, csodálatosan szép volt, minden fiú körbe udvarolta, de a kislány nagyképű volt és utálatos. Megjelent egy másik kislány, aki kicsit csúnyácska volt, viszont rendkívül kedves és aranyos volt. A fiúk a tenyerükön hordozták a csúnyácska kislányt, imádták, kedveskedtek neki, virágot vittek neki, és a szép kislányt elhanyagolták. Szóval azért nem csak nekem fontos a kedvesség, hanem úgy látszik sok embernek. Ez így van. Ha te belenézel a tükörbe, vagy belenéztél ifjúkorodba, én nekem van egy véleményem, majd elmondom, csak nem akarlak befolyásolni. Milyennek láttad saját magadat? Szép kislánynak? Szépnek? Kedvesnek? Vagy nem olyan szépnek, de nagyon kedvesnek? Érdekes, hogy nem foglalkoztam ezzel. Azt is mondhatnám, hogy olyan normálisnak találtam magamat. Most, ahogy visszanézem a
40 évvel ezelőtti fényképeimet, akkor azt mondom, hogy egész helyes kislány voltam. Csinos, jó alakú, még az arcomat is szépnek találtam. Tehát most ennyi év után már szebbnek látom magamat, mint akkor. De tényleg szép kislány, szép és csinos kislány voltál. Köszönöm. És hogy bírod a, nem azt mondom, hogy az idősödést, vagy a korosodást, de hát az, hogy mégiscsak telnek az évek. Meg tudsz barátkozni azzal, hogy már nem 20 éves vagy? Amikor sok a munka, akkor nem foglalkozom annyit magammal. Most, hogy itt nagyon ráérek, most még kevésbé foglalkozom magammal, mert több a teendőm. Most vettem észre, hogy közel 20 év alatt állandóan csak szaladgáltam, most az utóbbi 20 évet mondom, ahol lakom. Állandóan csak szaladgáltam, mindig rohantam, és végül is nem néztem széjjel, hogy néz ki, persze kitakarítottunk, mindig azzal nem volt baj, hanem hogy mindent össze-vissza halmoztam, újságokat, CD-ket, mindenkiről, mindenféle gyűjtögettem, és most próbálok rendet rakni az életemben, óriási munka. Szóval úgy megbarátkoztam a korommal, mert nem értem rá foglalkozni vele. Néha... Hál' Istennek semmi bajod nincsen, komolyabb baj ezek szerint, tehát nem kell. Nincsen. Igen. Azt akartam mondani, hogy talán annyi a különbség, hogy kevesebb tükör van a lakásban. Ez véletlen, vagy direkt? Nem, ez szándékos. Nem akarod látni, hogy szerintem még azért beleszabad azért nézni. Nem jó, mert amikor próbálsz rendet tenni a múltbéli emlékeid között, akkor látod, hogy nézték ki 20-30 évvel ezelőtt, és az óriási különbség van. Szerintem egy olyan ember, aki nem látja magát folyamatosan a tévében a régi képeket, nem szembesül annyira az idő múlásával, azzal, hogy néz ki, hogyan változik. Most egyébként több... Kati, akkor igen? Ebbe tedd azt is bele, hogy az idő múlásával nem csak az arcod, a tested változik, hanem a fejedben lévő gondolatok is, és lehet, hogy nem cserélnél azzal a 20 éves lányjal, mert sokkal bölcsebb, okosabb, műveltebb, tájékozottabb vagy. Tehát azért ez is benne van az idő múlásában. Igen, de ott van akkor a természetem, hogy szeretek új dolgokkal megismerkedni, új helyekre menni, új emberekkel találkozni, ellentétben az áldommal, akik nem nagyon szeretnek utazni. Én meg ilyen kalandos típus vagyok, vágjunk bele a közepébe. Ez a típus vagyok, ismerjük meg ezt az országot, menjünk új utakon. Ez a fajta természete szerintem ez egy születési adottság, mert hiába próbáltam rábeszélni a családom tagjait, akik remek zenei memóriával, füllel és hanggal rendelkeztek. Senkit nem érdekelt, mert azt mondták, nem szeretik a kiszámíthatatlanságot. Úgy olvastam, hogy a te férjed informatikus, na most az én fiam informatikus, tehát én egy kicsit, vagy nagyon ismerem, hogy milyenek az informatikusok. Tehát amikor én a fiamnak azt mondtam, hogy le kéne szaladni a szeméttel, mikor ilyen 10 éves volt, akkor azt mondta, hogy de hogy gondolom, ezt előre meg kell tervezni, majd 2 nap múlva akkor úgy beilleszti a programjába. Tehát az ilyen hirtelen jött dolgok legalábbis az informatikus, matematikus agy az máshogy gondolkodik. Nem tudom, hogy a te férjed milyen. Én azt szoktam mondani, csak úgy vízből, hogy kicsit elvarázsolt emberek. Igen. Mert elméleti síkon nagyon-nagyon leköti őket az, amit csinálnak. Nagyon nehéz abból kirángatni őket. Én például mondom a páromnak, hogy el kéne menni, mit tudom én, egy kicsit sétálni mostanában, mert már vágyom arra, hogy beüljek az autóba, vagy beüljünk az autóba, és vigyen el valahová, még meg vagyunk kötve. És akkor megszólal egy fél óra múlva. Igen, értettem, mi a kérdés? Nem is értettem ezt a házasságot, megmondom őszintén, hogy olyan két külön világ a tietek. Bár egy informatikus rajongásig szeretheti a zenét, de életformailag nagyon más, nem? Nem, a zenéhez semmi köze nem volt, az égvilágon semmi. Mellettem azért, mert érdekli a zene is. Nagyon érdekes, hogy közel 25 éve vagyunk együtt, ami azért nagyon szép idő, és hihetetlenül sokat fejlődött a füle. Előbb észreveszi a hamisakat, én elnézőbb vagyok az énekes kollégákkal szemben, mert tudom, hogy énekelni nagyon nehéz dolog, és nem zavar, egy kicsit mellé fognak, egyáltalán nem zavar, mert tudom, hogy érzelemmel fűtött. Tehát másképp gondolok a zenére, mint ő. Ő egy kicsit matematikai füllel hallgatja, hogy ennek pontosnak kellett volna lenni. Nagyon érdekes. Igen, ő nem érzelmileg, hanem ő logikailag nézi ezt. Ez teljesen rendben van így. Mint egy mérnök ember, aki nem nagyon tudja elviselni, hogyha rendetlenség van, mit tudom, a két villamosink között. És te hogy vagy a matematikával, vagy ezekkel a logikai dolgokkal? Hát én az irodalom felé fordultam inkább, mert írtam vagy 60-70 szöveget, összeszámoltuk a múltkor, és megláttam a rajongóimat, mert ők összeszámoltak 50-valahányat, én pedig összeszámoltam sokkal többet. Ja igen, ezt is írtad, azt is írtad, szóval sokkal jobban érdekelt az irodalom. Eszembe jut Eszterházy Péter, aki matematikus, de hát elég jó író lett belőle, tehát még a kettő nem zárja ki egymást. Tehát a irodalomban is van egyfajta logika. A szövegírásban meg még több logika van, mert meséltem neked egyszer, hogy amikor még máshol laktam, ezelőtt egy 30-40 évvel, akkor abban a házban
hát ismert, akkor ismert tehetséges költők, írók voltak, és egyszer összejöttek egy ilyen buliban, lehívtak engem, és mondták, hogy te csak énekeld ezeket a könnyű kis lágereket, azokban nincsen művészet, az csak úgy, hogy eléneklitek, és azok könnyű szövegek. Mondtam, jó, itt van egy zene, voltak vagy tizen mondjuk. Itt van egy zenei alap. Találkozunk két hét múlva, és mindenki írja rá egy szöveget, de olyat, amit el lehet énekelni. 10 nap múlva találkoztunk, vagy 2 hét múlva, és felolvasták a szövegeket, és egymáson nevettek. És kiderült, a megdöbbenésüket elmondták, hogy nem olyan könnyű olyan szövegeket írni, tehát a kornak megfelelő szövegeket írni, amit közvetlenül el kell mondani embereknek, akik veled szemben állnak, vagy ülnek. Gondolj, magyarul 5-10 sorban elmondani egy egész történetet milyen nehéz, hogy mindenki értse. Nagyon nehéz. Igen. Rímeljen is, a prozódia is rendben legyen. Szóval, és akkor úgy revideálták az álláspontjukat, és azt mondták, hogy elismerjük és bocsánatot kérünk, nem is olyan könnyű. Ez így van. Amikor Vangelisnek az 1492-re írtál szöveget, akkor arra emlékszem, hogy pont a délszláv háború zajlott. Így van. Ez befolyásolt téged a szövegírásban? Igazság szerint csak arról írtam. Az egy merő véletlen, a filmet nem is láttam, hogy éjszaka, amikor hazamentem, bekapcsoltam a televíziót, és mentek a hírek Bosznia-Hercegovináról, és megírtam ezt a szöveget, én magam is elsírtam magamat, amikor láttam az eseményeket, mikor megláttam a szöveget, és aztán nagyon nagy sláger lett, mert a magyar televízió is hihetetlenül sokszor lejátszotta, és úgy emlegették kint a székely magyarok, kint Szlovákiában mindenhol, hogy az új magyar himnusz, így nevezték. Képzeld el. Hát gyönyörű dal. Nagyon érdekes volt. Gyönyörű dal, még Vangelis is gratulált a szöveghez. Képzeld el, ez volt az első szöveges változata a dalnak. Azt mondta, hogy nagyon komoly, nagyon szép, és szeretne ajánlást írni a lemezemre. Annyira tetszett neki is. Nagyon komoly szöveg volt. Ugyanakkor meg írtam olyat is, amit teljesen viccnek szántam, amit még ma is megismernek az emberek. A Hol vagy Józsi, hol vagy gyere, gyere. Ez ilyen paródia. Emlékszem erre paródia, is. De az ember már csak ilyen, hogy szereti a humort, szereti a komolyságot. Egyébként a politikában is szeretem a komolyságot. De te figyeled a politikát? Figyelem. És most egyre többet figyelem, mert ráérek, és egyre több eredeti dokumentumfilmet nézek a II. Világháborúról, Gróf Tisza Istvánról, javíts ki, ha butaságot mondok. Szóval amit nem tanultam meg akkor az iskolában, most érdekel. Érdekel a múlt, érdekel a történelem, érdekel a politika. Valaki mondta, hogy, ez nem én voltam, hogy szívesen politizál, bár nem akar politikus lenni, de nem vagyok politikus alkat. Nem vagyok politikus alkat. Nyilván vannak kedvenceim, nem mondhatom meg, hogy kit szeretek és miért szeretem, de egyébként azt meg kell, hogy mondjam, hogy én maximálisan elégedett vagyok azzal, amit ezzel a járványügyek kapcsolatban intéztek a fiatalok, az orvosok, az egészségügyűek, az irányítással. Az embernek nincsen tapasztalata, mit is kéne csinálni, hogy kéne csinálni, és hallottam sírni a nővért, amikor hazament este, hogy az orra körül a maszk kikezdte a bőrét, hogy nem kapott levegőt, hogy fullad. Szóval itt olyan hétköznapi hősök vannak, hogy egészen egyszerűen le a kalappa mindenki előtt, és csodálattal adózom azoknak, akik szinte zokszó nélkül gyógyítottak mindenkit, és vigyáztak ránk. Ezt jó, hogy mondod, de én hallottam ehhez egy másik félmondatot, egy tanárnő mondta, hogy elfeledkezünk a gyerekekről, mert ők is hétköznapi hősök, akik most már 3. hónapja otthon gyűrik az iskolát, bezárva, nekik ez elég nehéz időszakuk volt, hogy ők is megérdemelnek egy főhajtást, hogy hősiesen végigcsinálták. Tudom, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani. De lehet, lehet. A Kovács Kati unokahúgom, ő tanárnő. És emlékszem, amikor az elején mondta, hogy nem fogod elhinni, hogy a gyerekek milyen könnyen alkalmazkodtak a tanulásnak ehhez a módjához, és nagyon értik, és végzik is a dolgukat, egyet nem bírnak, az, hogy a 4 fal között nem mehetnek ki. Pontosan. Ez jó, Kovács Katinak hívják az unokahúgodat is? Igen, hát a bátyámnak a kislánya. Igen, ő a kiskatúra nagykati. Igen, nagy lány már. Ezek szerint jól van a bátyád is, még jól van a húgod is. Tudom, hogy anyukádat már elvesztetted, apukádat is. Igen, persze, persze, régen. Tehát azokra nagyon kell vigyázni. De anyukámat végül is, bocsánat, hogy ezt mondom, mert utána olvastam a dolgoknak, hogy eleinte azt sem tudtam, hol 1-2 évig, aztán most megint itt van velem. Beteg volt, úgy ment el, vagy hogy készítetted? Nem. Nem úgy értem, hanem lelkileg. Én értem csak, nem, hogy ment el, tehát, hogy hosszadalmas, elaludt. 91 éves elmúlt, igen, egy pár hónappal elaludt. Hát ennél szebbet kívánni nem lehetne egy 91 évesnek. Hát igen,
Igen, mindig ezt mondják. Egyébként ő nagyon érdeklődő volt, és én nagyon hasonlítok rá. Ő volt ilyen nyugtalan természet, és mindig szívesen kirándult, jött, ment, és nagyon sokszor volt velem, és nagyon kritizált engem. Milyen szempontból? Minden szempontból biztos. Tetszett a ruhám, nem tetszett a frizurám. Hát azért is énekeltem el így utólag, hogy azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. Nagyon édes volt, hogy a Somló Tomi is énekelt velem, egy kicsit az Orán is énekelt velem, a Kócos kis ördögök volt. Van egy ilyen kis lemezem, vagy egy CD, bocsánat, CD, ahol a szó nélkül eljöttek énekelni egy-két sort a dalokban, és azért is tűztem a műsoromra, mert valóban anyukám mindig mondta, hogy nem tetszik a frizurád. Nyirasd le, vágasd le, szépen egy kicsit hullámos hajat kérek. Mondtam, édesanyám, ezt a hajat köszönhetem, mert ilyen egyenes hajam van. Akárhány éves lehet egy gyerek, az anyukájának mindig a kicsi lánya marad. Így van, igen. Így az én kicsi fiam, az én kicsi lányom. Igen, igen. Egy bizonyos kor fölött, és most rád gondolok, érdemes azt firtatni, hogy miért nem lett gyereked, szerettél volna, vagy ez már ezt elmosta az idő, ezt az érzést is? Nem, most már tudok róla beszélni, de én akartam, 20 évig jártam mindenféle orvoshoz, mindenkihez, és nem született, nem sikerült. Ez elég nagy problémát okozott nekem évekig, mert úgy éreztem magamat, hogy nem vagyok teljesítő ember, amit kaptam a sorstól, az éneklésnek szeretete, a közönség szeretete, a másik oldalon nem kaptam meg ugyanezt, és sokáig szomorkodtam, nagyon sokáig szomorkodtam, aztán megemésztettem a dolgot, de láttam, hogy mások is szenvednek, mert itt volt a meteorológus kislány, biztosan tudod, kiről beszélek. Televízió. Pataki Zita. Zita. Igen, köszönöm. A Zitáik is mindent megpróbáltak, végül is hozzá kellett szokni a gondolathoz, hogy nem sikerül, nem megy. Viszont a családom nagy örömére a gyerekeket bevállaltam a tavaszi, a téli, a nyári szünetben, úgyhogy mindig voltak velem gyerekek. Mindig. Akkor nem idegesítettek, tehát nem váltottak ki belőled azt a tulajdonságot, hogyha nekem nem lehet, akkor hagyjanak békén a gyerekek. Dehogy is. Biztos tudsz ilyenről. Nem tudok. Nem? Én igen. Én igen. Hogyha nekem nem, akkor másnak se legyen jó. Igen, tehát van egy Nem, én nem ilyen vagyok. Meg azt akartam mondani, hogy a családtagjaim mondták, a szülők, az eredeti szülők, mert én szülőnek tekintettem magamat, hiszen ha hónapokig velem van egy gyerek, hónapokon át, akkor nekem ugyanúgy kell vele törődni, foglalkozni, és sokkal jobban féltem a gyerekeket, túlaggódom a dolgokat, és a családtagjaim mondták, hogy könnyű neked jóba lenni a gyerekekkel, a gyerekeknek meg veled jóba lenni, mert elkényezteted őket, mondom, persze, hát ez a dolgom a nyári szünetekben, és tudod, miért szerettek téged a gyerekek? Miért? Mert mindig szót fogadtál nekik. Nem fordítva. De ez már lehet, hogy nagymama is, vagy ilyen formán? Persze, hát a Kovács Kati unokahúgomnak a fia már egyetemet végzett, mérnök ember, nagyon okos, nagyon aranyos, az öccse, szintén 20, mindjárt mondom, talán 22-23. Akkor most a még nagymama leszel, ne vicceljél már. Elfelejtettem. Még messze van, igen. Az még messze van, de akkor nem már... Nem úgy tekintek a gyerekekre, meg ők se rám. Ez az unoka kategória, ez egy másik kérdés. Ők úgy tekintenek rám, mintha velük egykorú lennék, mert más a viszony köztünk. Soha nem követeltem meg, hogy gyerekek nénizzenek, vagy Kati néninek szólítsanak. Nem is szeretem. Úgyhogy más volt a viszony köztünk. Ők másképp néznek rám, nekik egy természetes élőlény vagyok, aki híres énekesnő. De Katinak hívnak? Ez az otthoni neved? Hogy Kati? Persze. Nincs beceneved? Nincsen. Amit én úgy még nem nagyon tudok rólad, hogy azt tudom, hogy Egerből a születésednél elmenekültetek Verpelétre. Anyukám rajongva, nyilván. Miért mentetek Verpelétre? Miért kellett 44-ben elmenekülni? Mi történt Egerben akkor? Egerben front volt, ezt úgy hívták, hogy frontháború volt, nagyon erős. És apukám fölpakolt bennünket, akkor még csak a bátyám volt és én, illetve még én se születtem meg akkor, és menekültünk az ütközések elől és a harcok elől. És ha igaz az, amit mondanak, hogy már magzatkorban az ember érzékeli a külvilágot és hatással van rá, akkor szerinted mondjuk egy bombázás, egy frontvonal befolyásolhatta a te születésedet, életedet? Tehát valami megjelenhetett? Ilyen értelemben nem, de emlékszem, hogy jó, hát a prenatális korszakban, a születés előtt még nem tudom, hogy a gyerek mit érez, biztos, hogy mindent érez, de amikor megszülettem, utána 40 éves koromig hallottam a repülőgépek hangját, ahogy földet érnek, ahogy robbangatnak. Nem tudtam szabadulni az emlékektől, állandóan hallottam. Hát akkor ez az, hogy ott átélted a pocakban ezeket a dolgokat.
Meg utána is, mert még azt hiszem egy fél évig háború volt. Igen, és hol voltatok 56-ban? Egerben. Volt közöttök hozzá, vagy? Nem, semmi közünk nem volt hozzá. Csak mindig csodálkoztunk, hogy mik történnek Egerben. A történéseket ismertük, meg láttunk egy-két olyan ételt, amit soha nem láttunk. Gyönyörű kakaókat, stb. Hozzájutottunk egy-kettőhöz, de valójában felforgatta az életünket, és mi gyerekek, mire biztattuk apukánkat akkoriban. Menjünk Ausztriába, menjünk el, de nem volt elég bátorsága a családdal elindulni. Ez a te szerencséd. Hát nem tudom, megmondom, a nagyapám osztrák volt. Na, de el tudod képzelni magad, hogy most németül énekeljél? Énekeltem egyébként németül, annak ellenére, hogy németül nem tanultam semmit, úgy értem a szülők, nagyszülőktől már nem tanulhattam, de azért Németországban sokat voltam, és sokat szerepeltem, sokat énekeltem németül. Magyarul azt ott tanultam inkább, igen. És japánul hogy tudtál énekelni? Mert tudom, hogy volt egy dal, amit japánul is elénekeltél. Nagyon érdekes, ez könnyen, ellentétben az angol kollégáimmal, akikkel szintén próbáltak japánul énekeltetni, nem ment. Érdekes módon nekem a magyar nyelvűnek sokkal könnyebb volt a japán nyelv, mint másoknak. Tették tőlem, hogy jártam már, hallottam már, hogy ennyire könnyen megy. Adtak egy szöveget, amit angolul írtak le, a japán szöveget, de nem fonetikusan, hanem rendes angolsággal, és azt ültettem át énekléskor, de nem volt nehéz. Érdekes módon kettőt is énekeltem, több dalt is énekeltem. Emlékszel még egy pár dalamot el tudsz énekelni? Hogyne. Stekina, a oisa tsukita anataga, watashi ni ko e kakeru, dokokara, itt elakadt a tűlemet. Ez nagyon édes. Ez nagyon tetszik, kimernél ezzel. Nichi Yobino Gogo, ez a címe, ezt érdez meg, Nichi Yobino Gogo. Azt hiszem vasárnap délután. Talán vasárnap délután. Ez nagyon-nagyon jó. Na, nagy sikered lenne ezt egyszer elénekelni egy színpadon. Igen, szoktam. És gondolom, régebben, tetszik is. Régebben énekelgettem egy kicsit. Sőt, még a versenydalomat is tudtam japánul. Van jó minden rosszban, ezt a Konstibi és a Dusán írták, és van jó minden rosszban úgy hangzott, hogy Anu, Akarui, Ikariga, Yatekuru, Sono, Muko, Oni, Kibo, Oga, Tsuzuku, Nosa. Ez nagyon szép, nagyon jó, nagyon-nagyon tetszik nekem. Ler Pistiről akarok tőled kérdezni, hogy az ne ő... Kérdezzél. Ne kérdezzek? Ne kérdezzél. Nagyon fáj, ne kérdezzél. Igen, nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen állapotban van. Igen. Azt akartam ezzel kapcsolatban is, mondjuk akkor a saját életeddel, a gyerektelenséggel kapcsolatban, a kettőt most összekapcsolom, hogy hiszel abban, hogy az embernek van egy sorsa? Hogy ezek nem véletlenül történnek? Hát, ha arra gondolsz, hogy fatalista vagyok-e? Pontosan. Én azt hiszem, hogy hát innen ered tulajdonképpen néhány emberbe megfordul az a déjà vu gondolat, hogy már átéltem ezt már tudom ezt a dolgot. Azért ne feledkezzünk arról sem el, hogy nagyon kevés dologba tudunk beleszólni. Abba bele tudok szólni, hogy ma sokat eszem, keveset, vagy mit eszem, de végül is a programot azt nem én találtam ki a szervezetembe, hogy milyen fizikumom legyen, hogy sovány vagyok-e, vagy közepes, vagy magas, vagy kicsi. Tehát meg van határozva a sorsunk, de ez inkább a gének kérdése. És tudod, szokták mondani, hogy van egy ilyen tudat is, kollektív tudat, ami azt jelenti, hogy valamit átörököltél már az ős-ős szülőktől, vagy olyan élményeid voltak, amik meghatározzák az életedet, és emlékszem néha rájuk. Én például mindig nevettek a kollégáim rajtam, amikor kikerültünk az István a király című darabbal Spanyolországba, és megláttam egy templomot valahol Barcelonában, téren egy hófehér templomot, amit mindig álmodtam, és mindig álmodtam, képzeld el, egy téren egy hófehér templom és üres kövezett rész előtte, és azt mondtam, hogy én itt jártam, erről szoktam álmodni. És akkor nevettek, hogy hát hogy mondhatsz ilyet. Gondolom, akik ezzel foglalkoznak komolyabban, meg tudnák fejteni, hogy miért álmodtam. Konzekvensen, következetesen álmodtam, és láttam azt a teret. Soha nem voltál hát jósnál, asztrológusnál, nem voltál kíváncsia sorsodra? Nem, hát inkább a szakembereket kérdeznék, akik genetikával foglalkoznak, hogy a jóslás meg ilyesmiben így nem nagyon hiszek, és nem nagyon bízom. Jóslás és ilyesmiket elkerülök, hogy ne befolyásoljanak, mert attól tartok, hogy meghatároznák a következő sorsomat. Egyébként életem legdrámai könyvét sokat olvastam gyerekkoromban. Körülbelül 14 éves lehettem, amikor elolvastam, és arról szólt, hogy az emberek megtudták a jövőjüket. És valami elképesztő módon elkezdtek harcolni egymás ellen az emberek, azért, hogy megváltoztathassák a sorsukat. Ez persze nem ment, mert végül mindenki pontosan ugyanúgy végezte, ahogy a könyvben meg volt írva, de megismerték a sorsukat, a jövőjüket. Jobb, hogy nem ismerjük a jövőt.
Azt mondjuk sokan tudod, jobb. Hogy jövő héten mi lesz veled? Mit fogsz csinálni? Tehát egy hétre előre azért látod a sorsodat biztos. Szerintem a jövő héten már könnyebb lesz, mert úgy látom, hogy közeledik az a nap, amikor mehetek énekelni. Megvan a mehetek programod is? Találkoztatunk embereket, tessék. Megvan a koncertprogram, vagy a fellépésed programja, hogy hogy jön majd egymás után? Vagy mit fogsz énekelni? Nem tudom, hogy mikor, be vannak írva még előadások, de nem tudjuk, hogy mikor mondják le, mert olyanokat hallunk mostanában, hogy az időpont még csak jó lenne, de már elköltöttük a pénzt, mondja a rendezőszerv és a helység, a faluváros, stb. Biztosan gondolom, ez a koronavírus ez közrejátszott. Nem tudom, hogy mikor élhetjük a régi életünket, ez egy másikféle élet. Ez nekem tökéletesen ismeretlen, amiben most élek, ahogy most élek. És ha azt mondod, hogy visszakívánkozom a múltba, akkor abban a múltba kívánkozom vissza, amikor nagyon sok előadás volt, sok emberrel találkoztunk, és szól a zene. Hát ez volt a te életed 55 éven keresztül. Szerintem nem is ismersz nagyon mást, még a teniszpályákat maximum, mert ez a kettő volt a nagy élet neked. Hát igen. Köszönöm igen, szépen. Szóval... Kati, Kovács hát Katinak. Köszönöm, gratulálok az életmű. Köszönöm szépen én is. Az életműdíjad nekem nagyon szívet melenget, örülök neki. Szia, és szia. Tudod, még el akartam mondani, igen? Hogy ami nagyon érdekes volt az életemben, hogy nagyon sokat dolgoztam a Magyar Rádiónak. És egyetlen egy díj, amit soha nem kaptam meg, részt vettem már gála ünnepségen, énekeltem a díjazottaknak, úgy hívják, hogy Emerton díj. Igen. A Magyar Rádiónak a díját soha nem kaptam meg. Szerintem elfeledkeztek róla, mert emlékszel, Hofi Kós Kovács Express zenekarral, különböző zenekarokkal rengeteget dolgoztunk a Magyar Rádiónak. Éjjel-nappal élő előadások, Demjén Feriékkel, a V-motorokkal, V73-mal, bocsánat. És mégis valahogy ott maradt, azt is mondhatnám, hogy azon tudok derülni, hogy ezt a díjat soha nem kaptam meg. Nem baj, kaptál életműdíjat, de hogy így mondtad a névsort, akkor még igen. Egy búcsú gondolat eszembe jut, hogy az idő múlását talán az jelzi, hogy Hofi, Kós, Szenes Ivánt is mondtad, hogy hol vannak ezek igen. A játszópajtásaid már, vagy társaid, barátaid. Hát ez jelzi itt azt, velem. Itt vannak velem. Itt vannak velem. Igen, itt vannak velem. Most, ahogy így rendezgetem az életemet, nézem a videókat, nézem, hallgatom a CD-ket, stb. Így nagyon-nagyon sok emlék eszembe jut. És tulajdonképpen az embernek a memóriája, az emlékezete az csodálatos dolog. Ilyenkor eszembe jutnak a huncutkodások, a színpadi munka, privát viselkedésünk, a Balaton körül 3 hónapig voltunk, privát események, magánéletünk. Szóval végül is azt hiszem, szépen mondhatom, hogy nem hagytak el sohasem, itt vannak velem. Kovács Kati, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok az életműdíjhoz. Szia, szia! Köszönöm szépen, neked is minden jót kívánok! Köszönöm szépen! Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek 3 élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.